Jó estét kívánok! Kezdődik az Esti Közelkép, ahol most is aktuális helyi témákról beszélgetünk. Szeptember 13-áig lehetett igényelni a méhnyakrák elleni védőoltást a 7-es diákok számára. Az országos oltási kampány során a 12. életévüket betöltött gyerekeknek ingyen biztosítja az állam a vakcinát, ha azt kérik szüleik. Debrecenben évek óta sikeres az akció, rendre az országos átlag fölötti az átoltottság. Mi a helyzet most? Miért fontos ez a védőoltás, és hogyan alakul idén a fiúk részvétele a programban? Erről és egy a napokban városunkban rendezett szakmai program kapcsán a játékszenvedélyről, mint betegségről is szót váltunk ma esti vendégemmel. Köszöntöm a stúdióban Papp Csabát, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatóját. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Igazgató úr, HPV, azt hiszem, hogy ezt a három betűt, ezt most már mindenki nagyon jól ismeri Magyarországon, mióta ez az ingyenes oltási program beindult. Mi a helyzet Debrecenben? Mennyien igényelték a városban eddig a bizonyos pénteki napig ezt az oltást? A humán papilloma vírus elleni küzdelem, tehát a HPV-nek ugye a megfelelője, egy nagyon nagy fontossággal bír országos viszonylatban, hiszen a méhnyakrák megelőzése egy nagyon komoly dolog és egy nagyon komoly felelősség. Nagyon sok családban okozott tragédiát az elmúlt évtizedekben, hisz nem volt rá kezelés, a méhnyakrák eléggé gyakran előforduló daganatforma volt, de amióta ez az immunizációs lehetőség a kezünkben van, nagyon komoly csökkenés mérhető világszerte. Vannak országok, ahol már hamarabb elkezdték ezeket a kampányszerű oltásokat, és szinte teljes mértékben tudták eradikálni, megszüntetni ezt a problémát, hisz mi a fő ok? Itt általában a fertőződést a fiúk szokták átvinni az első nem élet vagy nem életek kapcsán a hölgyekbe, a partnerbe, és ezért nagyon-nagyon fontos ennél az oltási típusnál, hogy mindkét nem részesüljön az oltásba. Hisz ugye a vívő vektor azok a fiúk, azok a férfiak. Nos, hogy állunk mi Debrecenben ezzel az oltási arányjal? Mikor elkezdődött az oltás, akkor ilyen 70% körül, 60% és 70% között volt az igénylés mértéke a lányok körében. Majd 2020 után, mikor elkezdődik a fiúk oltása is, akkor ugye onnantól indul már az új időszámításunk, és eleinte még a fiúknál sokkal alacsonyabb volt az oltakozási szándék, tehát több mint 20%-kal maradtak el a lányoktól, de fokozatosan az évek folyamán emelkedett. És országosan egyedülállóan 90% fölötti eredményeket tudunk produkálni, de természetesen ehhez hozzájárul a vármegyei oltás is. Mi most ma a debreceni adatokról fogunk külön beszélni, hisz én teljes mértékben azokat látom, mint az Alapellátási Intézet vezetője. Debrecenben 84%-os volt az igényelt arány a tavalyi év folyamán, és a fiúk részéről 76%. És ezt az adatot tudjuk most is elmondani, hisz a szülőknek 13-áig volt lehetőségük jelezni és aláírni ezt a beleegyező nyilatkozatot, amik visszaérkeztek, és ugyanazt az arányt tudtuk produkálni, 84 és 76%-ot, mint a tavalyi év folyamán. Ez hány ezer diákot jelent nagyságrendileg, és mit is jelent pontosan ez a 12. esztendő? Ehhez kötik, korábban talán magasabb volt. Pontosan, 13 év volt korábban, most 12 évre csökkentették, és ez az év valójában 9 éves kor az, ahonnan már esetleg el lehet kezdeni az immunizációt, de itt a népegészségügyi adatok, illetve a népegészségügyi központnak a döntése alapján ez a 12-es évfolyam az, a 12 évesek korában kezdjük mi el, ez a 7-eseket jelenti Magyarországon, tehát 7-es diákokat oltunk, ezek az ő szüleik kapták meg a lehetőségek. Számszerűen 1822 diák van Debrecenben ezen az évfolyamon, a 7-es évfolyamon, és ebből 760 lány és 740 fiú kérte az oltást, vagyis a szüleik, és én nagyon köszönöm a fiúk szüleinek, hogy ilyen nagyszerű döntést hoznak, hisz ebben vagyunk mi egyedülállóak, hogy szinte egyforma a lányok és a fiúk oltási kedve, és nagyon fontos, hogy a későbbi menjükre a szülők gondoljanak.
említette, hogy ugye a fiúk felelősek ezért, mert hordozzuk mindahányan ezt a vírust. Ez a fiúknál, férfiaknál ez nem okoz problémát? Fiúknál is okoz problémát, ezért is nagyon fontos számukra is az oltás, csak természetesen neki későbbiekben tud kialakulni a betegség, de az a kilenc fő vírus törzs, ami ellen oltunk, hisz ez az oltóanyag, ez a Gardasil 9 vírus ellen ad védőoltást és védelmet számunkra, hogyha ezt már ugye alkalmazzuk. Ezek a legsúlyosabb változatokat, a legkomolyabb változatokat tudják okozni, legsúlyosabb daganatokat, ez ellen adunk védelmet. És érdemes a mindig kérdés, hogy ugye most, hogyha kimarad valaki, vagy nem oltatja be, vagy így dönt, hogy nem él ezzel a lehetőséggel, hisz ez az oltás nem kötelező, ez ingyen rendelkezésre áll a szülőknek, de nem kötelező oltás. Hogyha ezt ki elmulassza, későbbiekben is érdemes, mert akár hogyha már meg is fertőződött egy párkapcsolat révén, de ott csak egy vírussal fertőződött meg, a 9 fő vírusból lehet, hogy csak egyikkel, de érdemes felvenni későbbiekben is, 20 évesen is ezt az oltássorozatot, mert védelmet fog adni, ez többi 8 ellen. Tehát nem csak ebbe az időszakban érdemes oltakozni, sőt, 65 év fölött is szoktok ajánlani, hogyha egy immunerősítést, egy emlékeztető sorozatot beadni, mert biza-biza ott is tud még segíteni a védekezésben. Azért is jó, hogy ez ingyenesen biztosítja az állam, mert hogy egyébként ez, ha a patikába megyek, az utcáról veszem meg, ez egy nagyon drága oltóanyag. Pontosan, 10 000 forintos, nem akarok reklámozni, különböző készítmények vannak, 10 000 forintos. 150 000 forint körüli összeget is hallottam. 10 000 forintos tétel, ez a szülőknek nagyon nagy segítség, és tényleg egy nagyon komoly népegészségügyi döntés, és nagyon üdvözlendő, hogy ezt ugye el sikerült bevezetni. Nagyon rég már, tehát régebben már. Sokáig egy ilyen alkuszerűen alkalmazták a cégek, hogy egy oltóanyagot ingyen adott, egyet azok az önkormányzatok vásároltak meg, egyet a szülőnek kellett megvásárolni. Ez, hogyha tényleg van népegészségügyi hatása, ezt ingyenesen kell biztosítsa az állam, és ezt a kormányzat, ahogy elkezdte a kormányzást, biztosította a diákok számára. Mi az oltási rend? Kapunk egyet most, vagy kapnak, mikor fogják megkapni egyébként a gyerekek? Igen, ezt nagyon jó kérdés, köszönöm is. Régen három oltásos procedúra volt, ez most lerövidült 2-re. Ez október folyamán kapják meg a diákok, kapják meg a tanulók az első oltást, és nagyon fontos az első oltásnak az időpontja, és 5 hónapra rá, minimum 5 hónapnak el kell telnie, tehát 5 hónapra rá, március-áprilisban kapják a második oltást, részesülnek a második emlékeztető oltásba. Ez a ciklus, és emellett viszont ugyancsak 7-re esik egy másik nagyon fontos oltás, egy kötelező oltás, ez a hepatitis B oltás. Ez az oltás nagyon fontos, hisz Magyarország endémiás zóna, itt sajnos ez a vírusos mágyuladás, ez nagyon-nagyon járványszerűen tudna terjedni, hogyha nem lenne kötelező a védelem ellene. Megjegyzem, enélkül az oltás nélkül sem külföldre, nagyon sok országban nem utazhatunk, illetve egészségügyben biztos, hogy nem dolgozhatunk. Tehát minden, és pedagógiai szolgálatot sem végezhetünk. Tehát nagyon sok munkahely köti a hepatitis B oltás beadását, mint fő elemet az alkalmazáshoz. Tehát nagyon fontos, hogy részt vegyünk, és nagyon fontos, hogy elkezdjünk. Itt egy változás következett be. Egy új oltóanyag érkezett, egy specifikusabb oltóanyag, viszont itt 2 alkalom helyett 3 alkalomra nőtt a beadás. Szeptemberbe kezdjük, és el is kezdtük már nagyon sok iskolában az oltást, és azért nagyon fontos a szeptemberi oltás beadása, mert a következő oltás, az első emlékeztető októberbe történik, egyszerre a HPV oltással, majd a harmadik oltás szintén egyszerre adandó be, a második oltásával, a Gardasil második, a HPV második oltásával. Tehát kezdünk 7-be egy hepatitis oltással szeptemberben, októberben és áprilisban következik a hepatitisnek az emlékeztetői, illetve októberben kezdjük a HPV-t és befejezzük áprilisban. Tehát nagyon szűkös, nagyon kötött időpontok vannak, hisz júniusban már például vége
az oktatásnak. Tehát nagyon-nagyon szűkös az ideje a kollégáknak, hogy ezeket az oltásokat beadják. Kérem a szülőket, hogyha egy módon arra tartsák be az idő közöket, mert nagyon fontos a léptéke is az oltásnak, nem csak az oltás beadása. Igazgató úr, egy nagyon friss tegnapi heti történet, hogy kiterjesztik az iskola egészségügyi szűrővizsgálatokat vármegyei szintre is. Ez a terv, ez mit jelent, mikorra lehet ebből valóság, és mit mutat ez az ott folyó szűrővizsgálatok hatékonyságáról? A Debrecennél diákjai nagyon szerencsések, mert sikerült az önkormányzattal közösen egy olyan egyedülálló, országosan egyedülálló programot biztosítani számukra a Mozdulj Debrecen kapcsán, amiben elhozzuk a gyerekeket az iskolából, és egy egészség nap keretén belül végezzük el kötelezően ezeket a szűrővizsgálatokat. Ezek a vizsgálatok már 5 éve zajlanak, és ami az alapvizsgálatokon, a védőnői és az iskolaorvosi vizsgálaton kívül tartalmaz egy plusz EKG szűrést, tartalmazza nagyon komoly hallásvizsgálat és a kötelező fogászati szűrést is. Emellett pedig egy test és egy lélek oktató órán is túl vannak a gyerekek, tehát kapnak 2 előadást is, amiben mindig tájékoztatjuk a friss aktualitásokról és az egészségneveléshez járulunk hozzá. Egy nagyon fontos nap, és nagyon komoly eredményeket mutatnak a felmérések. Ami a mozgás terén tapasztalunk, hogy ugyan tavaly elindítottunk egy iskolaprogramot, itt még csak 1%-ot javult az 58%-ról 57%-ra csökkent a mozgásszervi eltérések aránya, ami így is nagyon magas. Tehát gyakorlatilag 10-ből 6 gyereknek van enyhe, közepes vagy súlyos tartási problémája, de sajnos az EKG területén is és a kardiológiai szempontból is tapasztaljuk a romlást. Személyzeti szempontból nagyon komoly felhívás, hogy 32% a gyerekeinknek ül úgy a padba, hogy vagy nem lát jól, vagy a már sajnos felírt szemüvege már nem megfelelő, és ez is egy csali valójában, egy falcs érzet a szülőknek, hogy ugyan van szemüveg a gyereknek, de nincs ellenőriztetve, nem ellenőriztette. Ez egy nagyon nagy arány, nagyon kérem a szülőket, akinek leírtuk ezt az elváltozást, figyeljen oda, mert azt jelenti, hogy nem látja jól a gyerek, sem a táblát, sem olvasni nem tud megfelelően, így a tanulását fogja gátolni. Úgyhogy ezek a vizsgálatok zajlanak itt ezeken a területeken, és itt beszélgettünk velük az oltóanyagokról is, illetve külön az egészségügyi előadásokban a kábítószerről és a szer használatról is többször érintjük és többször beszélgetünk. És akkor, ha jól emlékszem, akkor 1 éven belül be lehet ezt vonni a vármegyei ellátásba, igen, ezt az ellátást, igen, vagy szűrőprogramot. Köszönöm, tehát a folytatásra, hogy 1 éven belül szeretnénk bevonni a vármegyét, mert mit látunk? Debrecenben 1-től 8-ig kizárólag a debreceni születésű gyerekeket látjuk, hisz ők járnak az 1-től 8-ig osztályba, nagyon minimális a beérkező vidéki gyerek ez ebbe a korosztályba. Viszont 9-től amennyi gyerek volt Debrecenben, tehát 1800-1900-an járnak egy korcsoportba, ugyanannyi diák érkezik a gimnáziumokba a vidékről. 3600-ra, 3700-ra emelkedik a diákjaink száma. Tehát onnan viszont romlanak a mérési adataink is. Látjuk, hogy vidéken nem részesülnek ezekbe a programokban, nagyon kevés gyerek van ilyen komplex szűrésnek alávetve, és segítenünk kell. És itt 2 lehetőségünk van. UNICEF támogatásból a Pósa utcán a mellettünk lévő épületet, amit a város átadott az intézmény számára, megújítjuk, felújítjuk, és ott teremtünk lehetőséget arra, hogy egy ugyanolyan vizsgáló komplexumot hozzunk létre, mint a debreceni gyerekeknek. Tehát a debreceni gyerekek a régi megszokott komplexumokba érkezik, míg mellette építjük és korszerűsítjük az újat a vármegyei diákoknak. Ez a felújítás decemberre elkészül, és bízom benne, hogy el tudjuk indítani a vármegyével, ott külön van pályázati lehetőség és forrás, pénzügyi forrás arra, hogy segítsük a vidéki gyerekeket ezeknek a vizsgálatoknak a megszervezésében és elvégzésében. Ezt felvállaltuk és meg is fogjuk valósítani. Akkor, ha mondhatok egy ilyen rossz poént, akkor ez a fertőzés, ez egy jó gyakorlattá válik a debreceni példa, az kiterjeszthető vármegyei szintre is. Nem csak vármegyére szeretnék országosan is kiterjeszteni, sokan jönnek és nézik a programot. Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy azonosítsunk betegségeket a gyermekeinknek, illetve az egészségfejlesztésükbe kért nagyon sokat tegyünk. És amit itt mi mérünk, a legfontosabb Debrecenben, hogy mi erre programokat szervezünk. Tehát a Mozdulj Debrecen iskola
program bővül, és ezt az iskola programot most már nem csak a mozgás felé fordítjuk el, hanem életmód tanácsadást is indítunk nagyon komoly szinten a védőnőknek az oktatási óráikat kihasználva. Komplex a rendszer. Igazgató úr, ígértem még azt, hogy volt egy konferencia a napokban, ahol nagyon hangsúlyos volt az egyre nagyobb teret nyerő játékfüggőség, betegség, szenvedély. Mi volt konkrétan ezzel a céljuk, hogy megszervezték ezt a tanácskozást? Mi hangzott ott el? Mekkora probléma ez ma Magyarországon, Debrecenben? Minden egyes vármegyejogú városban meg kell szervezni a kábítószer egyeztető fórumot. Ennek a neve kicsit rossz, 10 éve alakult már, 20 éve alakult már ez a formáció. Akkor a döntéshozók úgy gondolták, hogy a kábítószer a legnagyobb ellenségünk és a legnagyobb problémánk. Most is probléma a kábítószer és szerfogyasztás, viszont sokkal nagyobb probléma lett a függőségek terén, a gépfüggőség és ezen belül a játékfüggőség. És ezt város szinten is, és minden egyes szervezet, önkéntes szervezet segíti ezt a munkát, és többek között az ökumenikus szolgálati szeretett szolgálat is felvállalta egy olyan modelliskola programnak a létrehozásával, ahol fel tudjuk hívni a fiatalok figyelmét arra, hogy ez a probléma akut, jelen van, és mik a kiutak belőle. Mikor láthatja, vagy gondolhat egy szülő arra, hogy függő már a gyerek? Mik a tünetek? Mik a tünetek? Az, hogy megérkezik az otthonába, nincs semmilyen kommunikáció, gyakorlatilag azonnal ül be a gépe elé, bezárja magát ebbe a virtuális világban, nagyon nehéz vele kommunikálni, nagyon nehéz kirángatni ebből a virtuális világból, és gyakorlatilag minden szabad idejét fokozatosan e felé fordítja, majd egy idő után minden szabad percét a gépen és a gép előtt tölti, beszippantja ez a világ. Sajnos itt ennek lehet jó oldala is, lehet, hogy nem téved olyan területre, ahol problémákat, vagy olyan csoportba kerül, vagy olyan befolyás alá kerül, ahol akár a későbbiekben nagyon gondok lesznek, lehet, hogy ártalmatlan játékokat fog játszani, de akkor is az órák, azok az óraszámok, ami ott töltönnek, riasztóak. Ezt kérek minden szülőt, minden gépen, minden készüléken ott ki van jelezve, hogy mennyi az előtte eltöltött idő, ezeket figyeljék. Azért napi szinten 2 óránál több, az már riasztó, 4 óra fölött meg már nagyon aggodalmas, az azt jelenti, hogy ott már egy függőség alakul ki. Ami nagyon-nagyon fontos, ezt a függőséget, hogyha kialakul, kérjenek szakember segítséget, mert önmagunkban nagyon nehéz ezt megoldani, nagyon nehéz leszoktatni a gyerekeket, alternatívát kell adni. Nagyon-nagyon szeretnénk a mozgás irányába fordítani a gyerekeinket, szokjanak vissza a tornához, a szabad téri mozgásokhoz, fejlesztjük a játszótereket, fejlesztjük a kondiparkokat, próbáljuk visszacsábítani és visszahozni a virtuális világból a gyerekeinket. Erről szólt ez a konferencia, és Debrecenben egyedülállóan indult ez a program, ami országosan vált, és 120 iskola csatlakozott már ehhez az amúgy tanácsadás és gyakorlati tanácsadásból álló programhoz. Letelt az időnk, de egy kérdés a végére, mennyire generációs probléma ez? Annyira generációs probléma, hogy addig, amíg a jelenlegi 8-osoknál olyan 2-3 óra ez az idő, a kütyük előtt töltött idő, amit mérhetünk, sajnos az egyre kisebb generációnál egyre nagyobb, tehát az alfa generáció, aki most elsős, most kezd felnőni, ott már nagyon-nagyon komoly problémák vannak, de ezt a szülők is tapasztalják, nagyon-nagyon korán gépfüggővé és önállóvá válnak, nem mindig jó jel, igyekezzünk a családba bevonni minél több programba, minél több kirándulásba a gyerekeket, ne hagyjuk el a virtuális világ felemésze és beszippantsa őket. Pap Csaba, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást. Eddig tartott ma az esti közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.